hosszú kihagyás után ismét megrendezték a város napját Tolnán. Az idei évben a hagyományoktól eltérően nem a megszokott helyszínen a Hősök terén zajlottak a programok, hanem a Tolnai Kulturális Központ udvarán. Továbbá csak azok élvezhették a rendezvényeket, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeztek. Azonban az új helyszín és a szigorú ellenőrzés sem szegte senki kedvét, hiszen közel másfél éve ez az első esemény a városban. Több szempontból is fontos a város életében. Ez ugye a város napja az 1500-as évekre nyúlik vissza, amikor Tolna mezővárosi rangot kapott, és ezt ünnepeljük május 25-éhez legközelebb eső hétvégén, de sajnos a tavaly évben nem tudtuk megrendezni ezt az eseményt, és ez sem igaziból úgy, ahogy szerettük volna. Tehát évek óta ilyenkor adjuk át a város kitüntető díjait, ilyenkor ismerjük el azokat az embereket, egyesületeket, akik valami többet tesznek a városért, és sajnos arra nem volt módunk, hogy azt megtartsuk. És azt nem tudtuk, hogy ma a kitüntető díjátadást meg tudjuk-e tartani, mert azért azt ne felejtsük el, hogy egyébként még a pandémia miatt a korlátozások életben vannak. Tehát ez a rendezvény, ami van, ez sem az a hagyományos nagy fesztivál, ami a Városháza előtti téren szokott lenni. Tehát éppen azért döntöttünk amellett, hogy ide behozzuk egy egyébként csodaszép környezetbe. Tehát én azt gondolom, hogy akár azt is át kéne gondolni, hogy a továbbiakban itt tartsuk, de visszatérve arra, hogy itt tudjuk ellenőrizni a védettséget, a védettségi igazolványok meglétét, és itt tudjuk a létszámot is korlátozni. Akkor, amikor egy rendezvény megtartásra kerül, akkor hát a legfontosabb az, hogy kitűzzük az időpontot, a helyszínt, és keressünk szereplőket a vendégeknek. Na most a szereplők tartása, és igazgatóra beszéltünk erről korábban, hogy ezt a rendezvényt ezt nem lehetett két héttel később, vagy egy héttel később megtartani, hiszen ezekkel a fellépőkkel a szerződés most arra szól, amit ugyan fel lehet bontani, de semmiképpen sem áttenni egy-két-három héttel későbbre, hiszen vélhetően ezeknek a fellépőknek már lekötött programjaik lesznek. Úgy döntöttünk végül, hogy itt ebben a zárt, ugyan nem tető nincs a fejünk fölött, de mégiscsak kerítés mögött ezt a zárt térben meg tudjuk tartani. Én azt gondolom, hogy az élet bennünket igazolt, mert még a jó Isten is szeret bennünket. Délelőtt egy kicsit izgultam, hogy esni fog-e az eső, vagy nagyon hideg lesz-e, de a gyerekprogramokon már rengetegen voltak délután, és most is nagyon sokan vannak. Én remélem, hogy este is maradnak, és nyilván a rendezvény csak addig fog tartani, amíg a jelenlegi korlátozások azt lehetővé teszik. Vajda Tibor, az esemény szervezője és a Tolnai Kulturális Központ és könyvtár igazgatója elmondta, hogy napközben a programok többek között a kicsiknek kedveztek. Itt gyerekprogramok vannak, játék és fejlesztő programok ezek azon, illetve egy koncert volt már az Alma együttes koncertje a gyerekeknek is. Most az esti programra készülünk, a Zanzibár együttes koncertjére, addig is, amíg ők szerelnek, és a színpad foglalt, a Human együttes játszik. Ők fiatalok, lendületesek, és egy olyan programot adnak a közönségnek, akik elég szép számmal kijöttek erre a napra, hogy élvezettel látnak majd az együttest a következő programokon is, és várjuk az esti föllépést a sztár zenekarunkat. Örülök neki, hogy összejönnek az emberek, talán vége ennek a vírus maszlagnak. Nem kell maszkot hordani, ami meglepődtem, de hát a jó dolgoknak örülni kell. Láthatóan nagyon élvezte a 9 tagú fiatalokból álló rezes banda a Human zenekar előadását a közönség. 2017. augusztusában alakultunk pontosabban, mert már előtte is játszottunk zenekarokban, tehát mi már ismertük egymást. Ez egy ilyen kis baráti társaság volt eleinte, és az egyik nyáron így összeültünk, hogy miért ne fújnánk össze pár számot, és ez az egész így a semmiből egy ilyen kis kezdeményezésből nőtte ki magát. Eleinte hárman voltunk, folyamatosan hozzánk kapcsolódtak a többiek, és most már kiteljesedett az egész zenekari felállás, így 9 taggal állhatunk ki a nézőközönség elé. Mi már nem egyszer voltunk itt Tolnán, játszottunk már Brassagas Fesztiválon több alkalommal, városnapján is voltunk már, és hát nagyon örültünk, amikor megkerestek minket, így ezután a nagy koronavírusos maszlag után, hogy hú, akkor lenne kedvünk. Hát nem is gondolkodtunk rajta, az első lendülettel jöttünk, mert hát nagyon hiányzott már, tehát tényleg múlt nyáron
tudtunk utoljára talán színpadra állni, de már akkor se rendesen, mert akkor is így szorongatott minket ez az egész pandémia, és most, hogy végre úgy látszik, hogy megnyílik a világ, hát nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk. Ez a brass band világ, ez egy ilyen kicsit réteg zene, nem annyira ismeri még a magyar társadalom, és mi azon vagyunk, hogy minél több emberhez eljusson, mert nagyon szeretjük ezt csinálni, nagyon sokat fektetünk bele pont azért, hogy minél több ember megismerjen minket. Széles vásznó, igazi élvezet, lerombol, mint egy katona. Az estét a Zanzibar Rock együttes koncertje koronázta meg. A zenekar frontembere a fellépés előtt elmondta, hogy rendkívül izgatott, ugyanis másfél éve ez az első fellépésük. Viccesen, félig viccesen szoktuk mondani, hogy ma én, hogy tavaly előtt még énekesnő voltam, még most is, de hát a próbákon kívül nem volt alkalmunk a közönséggel találkozni. Tehát már, hogy a zenével sem annyira, mert hogy ez most így nagyon-nagyon odavert, de azért nem sírok, riok, mert valószínűleg elég sok ember jár ebben a cipőben, legyen az vendéglátós, vagy bármilyen más, tehát nagyon sok ember vesztette el a munkahelyét, úgyhogy én most megpróbálok örülni annak, hogy ma itt vagyunk Tolnán, és végre a közönséggel találkozhatunk, és remélem, hogy ők is örülnek, és várják ezt. Nem annyira vagyunk ismerősök, kicsit nehezen találtuk meg a hátsó bejáratot, de egyébként nagyon-nagyon szuper kis hely. Van itt egy-két ismerős arcunk is, úgyhogy már nagyon izgulok. Én megmondom őszintén, hogy nagyon izgulok. Tehát, hogy annyira izgulok, mintha így kávé életemben először állnék színpadon, mert tényleg annyira elszoktunk ettől, hogy így azon gondolkoztam, hogy vajon fogom tudni a szövegeket. Úgyhogy próbáltunk hetente kétszer, úgyhogy nem fogom elfelejteni nagy valószínűséggel, de nagyon izgulok. Éreztem, hogy nagyon rég, most már nagyjából egy éve nem is volt semmi rendezvény itt Tolnán, és olyan érzés, mintha újra hazaértem volna egy kicsit, tényleg olyan jó mindenkit újra látni, ez a hangulat, egy közösségalkotás, nagyon jó érzés. Yeah.